Lifából faragott betűket csinálok, melyet után rézes ónra is próbálok. E bölcs mesterséggel mutat a remeket, de szegénység miatt nem talál értéket. Gutenberg nagygazdag meglátván ezeket, költséggel segíti, és úgy érész végeket. 1400 felett 50 számlálgaték, mikor a mesterség így kimutatódik. Elsőben is használt a németek bevét, szomszéd nemzetek, még csak kívül érték. Erdély országba ezt táborba nézeli, de kedvét ez arány senki nem is tölti. Reformációnak de benne kezdeti, hogy lőtt emberben is körülvétel éri. Mert Pontérus János Erdélybe érkezik, ki bazéljában már régen lakik. Könyvekkel és betűkkel ott ő megköltözik, mert kezdetből erdélyi jó gyarapodik. Reformálába sót egész barcasággal, műhelyét emelvén hasznos autorokkal, mind a görög, mind deák nyelven valókkal, elkölti ezt hazád a jó tudománnyal. Ezen kis országos skólákat is nyitta, régi bárba ilyet belőle kiírta a könyveket, s tudomány bőven elfolytatta, és emlékezetét jó példában hagyta. Szálló el mesterség, aztán Kolozsvárba, Hertai Gáspárnak fordulódására. Ott van a műhely, igen minden kopa, ki megújíthatná, mestere nem vala. Bevallom, nem sokat tudtam Hertai Gáspárról, azon kívül, hogy fabulákat írt, nyomdája volt, illetve hogy a néprajzosok, népzenészek és sokáig például az Ambrosius verszínházak is törzshelyet adó ikonikus Hertai, azaz a Hertai Gáspár könyvtári alapítvány az ő nevét. De szerencsére van nekem egy volt anyanyelvi táboros, jelenleg táborszervező, levéltáros könyvtáros barátnőm, Török Karola, aki pár pillanat alatt ellátott jobbnál jobb forrásokkal, és akinek a nyitó pápai Párizs Ferenctől származó idézetet is köszönhetem. Herbert Gáspár, a lexikonok szerint református, protestáns lelkész, tépíró, műfordító és nyomdász, talán 1510-ben született, Nemeskőti István szerint szinte bizonyosos korában, talán neve alapján nagy disznódott, és talán 1574-ben múlt el minden bizonnal Kolozsvárra. A magyar késő reneszánsz irodalom kiemelkedő képviselőjének, az európai színvonalú magyar szép próza egyik megteremtőjének tartják. Hogyan emlékezik ma a református egyházunk a 16. század MSZ ellenóriására? Kérdezte írása elején Tom István 2004-ben. Nagyjából ugyanúgy folytatta, amit bármely kérdésű a történelmi egyház, hiszen Hertai Gáspár életműve, akárcsak a Miskolc falusi Kis Miklósé, a Szentligeti Ábrahámé vagy a Dávid Ferencé, és folytathatnánk a sort, ma már közös kincsünk. Hertai a kor tipikus értelmiségieként voltak éppen politizatokat. Az előbbi felsorolásból is kitűnik, mennyi mindennel foglalkozott, amelyről ezen keretek között lehetetlen részletekbe menően beszélni. Megemlíthetem, Máté Dénessel szólva, hogy Hertai volt a 16. század legjelentősebb magyar prózaírója, egyébként német anyanyelvűként. Vagy kiemelhetem Tom István tanulmányáról, hogy mi mindent tett azért, hogy a magyar nyelvű könyvkiadás első központja éppen Kolozsvár legyen. Bár magát a nyugdát nem is ő, hanem Fogret György alapította, igaz, már a kezdeteknél társult a remek üzleti érzékkel megálltott Hertaival. Valószínűleg érdekes volna a nyelvi szeminát tekinteni Hertai helyes írására, mivel a korabeli hangjelölési sajátosságok sok tekintetben különböznek a nagy gyakorlattól. Vagy mindez a nyomdás szemüvegén át vizsgálni, hiszen Hertai több korábbi magyar könyvnyomtatási helyes írás összegyúrásával alakította ki sajátját, és például nála rögződött többek között az Elixiron, G, N, K hangok és az E
Afrikából, és akik vadászának, hogy szinte végre tartozának. Nem minden élményekről való ez a megfogalmazás sem, 5. László, Kunyadi László gyilkosának haláláról. Mikoronek éppen mindenek készen volnának, és már minden országokból jöttől jönnének a menyegzőre, így nem illő. Karácsony papának 23. napján éjjel 12 órakor a László király sebes betegséggel hertelen megbetegedett. És akkor a lapszél jegyzeteket még megsemmítettem. Nem hagyhatom szó nélkül az emlegetett storytellinget sem. Már ebben is tudta, amit manapság is tanítanak, hogy üzenetet átadni, tudást közvetíteni, de akár bármit eladni is, leginkább úgy lehet a történetbe csomagolni. A történeteket viszont nem csak szárazon egymás mellékére mondja el, hanem egyszer mint érdekfeszítővé, izgalmassá, élővé, sőt, filmszerűvé teszi azzal, hogy nem egy helyen a párhuzamos eseményekről szóló leírást montásszerűen változtatja. Például Mátyás királyá választásakor nem elég szükség azzal, amit Bonfiminél olvas, Mátyás gondolatainak, érzéseinek, hogy ebben több jelenvonásainak leírása, hanem a Budán történeteket a prágai jelenetekkel változtatja. Ezáltal, figyelmes kritik, az olyan Bonfiminél is meglévő és semmiképpen sem krónikába illő mozdulatok, mint az álmélkodással, reménységgel, emellett félelemmel is rakott szívű Mátyás töprengése a vacsoránál, nagyobb súlyt kapnak, mert íme. Miközben Mátyás Prágában a vacsoránál ilyetten álmélkodt a többen, az alatt Budán az urak már gyülekeznek, várják a király, sőt már a váltságdíjat is hozzák. És mire Mátyás értesül a jó hírről és Kogyebrány György feltételeiről, addigra Szilágyi Mihály jut az urakkal és nagy sereggel Stratnica városba. Hertei Gáspárt talán nyomdászként és a százfokra szerzőjeként ismerjük leginkább, ha ismerjük egyáltalán. Nem kevés az a közel 100 kiadvány, melyek haláláig megjelentetett a kolozsvári nyomda, amely jó néhány éven át az egyetlen magyar nyomda volt a Kárpát-medencében. Azonban azt sem elhanyagolható tény, hogy Hertei volt az, aki Wittenbergből hazatérve megalapozta, illetve megerősítette a kolozsvári protestantizmust. Nem utolsó sorban pedig, idézem ismét Máté Dénest, Hertei Gáspár elévülhetetlen érdeme, hogy ő terelte a magyar helyesírás arra az útra, mely elvben ma is halad. Tevékenységének eredményeként a 16. század harmadik negyedében Erdély és ezen belül Kolozsvár volt a nyelvi egységesülés, a magyar irodalmi nyelv kialakulásának központja. Nyelv